A 21. század könyvtárát alakították ki egy pályázati együttműködésnek köszönhetően Röszkén a községi könyvtárban. A projekt kapcsán Deszk, Zsombó és Röszke könyvtárai működtek együtt. A projektnek köszönhetően csaknem 9 millió forintból beszereztek egy integrált könyvtári rendszert, melynek köszönhetően a számítógépes rendszerben történik a kölcsönzés, valamint eszközöket vásároltak és létrejött a könyvtár saját háromnyelvű honlapja is. Emellett többek között számos író-olvasó találkozót és előadást bonyolítottak le az intézményben. Három település működött együtt, ez egy 21. század könyvtára című pályázaton. Agy, Zsombó és Röszke konzorciumban egymással pályázott erre a projektre. Összesen 32 millió forintot nyertünk. A Petőfi Sándor Művelődéshez és Községi Könyvtár 8 millió 847 ezer forinttal fejlődhetett. A pályázatnak a célja az volt, hogy a könyvtárakat úgymond, a könyvtárakat felzárkóztassák, lehetőséget teremtsenek arra, hogy az olvasáskultúrát fejlesszük, úgymond új eszközöket, technológiákat hozzunk be, amivel úgymond a fejlődést, a gyorsaságot úgymond tudjuk szolgálni. Maga a nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a könyvtáros munkatárs úgymond a tudását, szaktudását, hozzáértését is fejlessze. Igazából az egész pályázat kiterjedt úgymond az egész szakterületre. Nagyon átfogó dolgokra pályáztunk. A legfőbb szempont író-olvasó találkozók voltak, tehát a könyvtári rendezvények. Itt konkrétan az volt a célunk, hogy mivel a gyerekek a mai világban nem nagyon szeretnek olvasni, mert hogy az új technológiák úgymond mindent házhoz vitnek, minden otthon van, nézzük a képernyőt, látjuk a filmeket, és a legfőbb szempont talán az, hogy egy élményen keresztül a gyerekeket úgymond visszaszoktassuk erre az olvasásra, és ezért nagyon fontos volt az, hogy egy-egy szerzővel, egy-egy regényíróval találkozzanak, és egy közös élmény kapcsán úgymond elolvassák a könyvét. Nagyon fontos dolog még az, hogy a pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy egy fő könyvtári szakembernek a bérezését átvállalta. A könyvtári szakember elmehetett egy számítástechnikai oktatásra. Ez fontos, mivel azért a mai világban ezeket tudni kell használni, tehát a számítógépen. Akkor kiadvány, kettő darab kiadványunk készült el. Ezzel főként a pályázatnak, tehát a projektnek a programjait úgymond reklámoztuk, szétszóltuk a település lakói között, tehát kellőképpen voltak informálva. Igazából még egy nagyon fontos, ami nekünk nagyon-nagyon nagy lehetőség, egy integrált könyvtári rendszerrel bővíthettünk. Ez nagyon fontos volt viszont, mert a könyvtárunk az papír alapon működött, ez nagyon időigényes, keressük, ha keres egy, olvassa egy könyvet, nem tudjuk kinél van, kint van-e, nincs. És ez az integrált könyvtári rendszer, ez úgymond egyetlen kattintás, úgymond minden információt meg tudunk szerezni a könyvről. Készíthetünk egy honlapot is, ami nekünk eddig nem volt, és ennek nagyon örülünk, és ez a honlap, ez két nyelvű lesz, tehát angol és német fordításban is olvashatják, és természetesen az összes rendezvény, könyvtári óra, mert könyvtári órát is kellett tartanunk, ami szerintem nagyon fontos, hiszen a gyerekek akkor így fogják megtanulni a könyvtárat használni, és úgymond archiválásra elég komoly összeget kaptunk, hiszen közel azért 600 ezer forint értékben tudunk anyagköltséget biztosítani erre a projektre, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen azért nagyon sok minden még papír alapon működik. És akkor ugye a 21. század könyvtáráról van szó, és ön amellett, hogy a művelődési házat, a könyvtárat is vezeti. Milyen ön szerint a 21. század könyvtára ideális esetben, és nyilván most kis településre gondolunk, nem egy országos szintű könyvtára? Megmondom őszintén, nagyon nehéz a kérdés, hiszen mi könyvtárosok azért alapvetően még mindig a könyvben hiszünk, de viszont mindenféleképp lépést kell tartani a fejlődéssel, hiszen azért az olvasók, maga a világ is lépést tart, úgymond fejlődünk napról napra. Én azt gondolom, hogy ezt a kellő egyensúlyt a kettő között meg kellene találni, és nem minden esetben a könnyebbik utat kellene választani, hanem a könyvnek maga az, hogy a kézbe vesszük, lapozzuk, és úgymond a fantáziánkat elengedjük, és megpróbáljuk átélni azt a kalandos történetet, vagy azt a versnek az ihletését, amit az író vagy a költő akkor, amiért írta, gondolt. Szerintem ez egy feledhetetlen érzés, és ez talán a mai világban a legfontosabb, hogy úgymond a technika, és úgymond a régi dolgok így egyensúlyba kerüljenek.